Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, az RMDS Kolozs megyei szervezete és a Kolozsvár Társaság szervezésében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kirobbanásának 60. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. Ünnepi megemlékezésünk magyar történelmi egyházaink elöljáróinak beszédével kezdjük. Elsőként felkérem főtiszteletű Kató Béla püspök urat, az erdélyi református egyházkerület püspökét, hogy áldja meg együttlétünket. A mi segedelmünk és ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy annyi év után is most itt vagyunk együtt, azért, hogy fejet hajtsunk és emlékezzünk azokra, akik 60 esztendővel ezelőtt megoldották azt a nagy dilemmát, hogy ellenállás vagy beletörődés. Igen, ők megértették a te lelked sugallatára, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor nem mehet tovább az az életforma, amit élünk, hanem igenis szembe kell szállni a gonosszal, ellen kell állni annak. Köszönjük Istenünk, hogy most mi az utódok, kevesen vannak, akik akkor is éltek, őket tiszteljük, mi az utódok, ebből merítünk. Igen, szükségünk van arra, hogy együvé tartozva, egymásba kapaszkodva, erőinket összetéve, igen, fel tudjuk emelni a hangunkat, hogyha a vizek a torkunkig, a szájunkig érnek. Istenünk, kérünk arra, hogy ezt az emlékező közösséget, hogy tudjon összefogni és összetartani, és mindabból, amit eddig a történelem tanított számunkra, tudjon táplálkozni. Istenünk, add, hogy a szabadság, amelyet kivívtak, akkor, amelyet ugyan vérbe folytottak, mindig legyen érték számunkra, hiszen ahol te vagy, a te lelked, ott a szabadság tanítod nekünk. És te mindig itt vagy velünk, most is itt vagy. Köszönjük, hogy ebben erősítesz meg minket, most is, mind örökké. Amen. Köszönjük. Főtisztelendő Bálint Bencédi Ferenc a Magyar Unitárius Egyház püspökének áldására kerül sor. Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szájra kelnek, mind a sasköseik. Benned hittek, és a te lelked vezérelte őket. És örökkévaló egy Istenünk ad, hogy a beléd vetett rendületlen hit erősödjön ma mi bennünk, az utódokban. És azt a lelkületet, azt a szellemiséget, az egymásra való odafigyelést és segíteni akarást éltest, hogy szép cselekedetekkel igazoljuk, hogy Isten gyermekeként élünk ezen a földön. Végezetül testvéreim, állítsátok magatok között helyre a rendet. Egymást tiszteljétek és szeressétek, mert ez a mi áldott tanítómesterünknek legszebb tanítása. Az egyörök igaz Isten szentelje meg emlékezésünk, és segítsen ezzel a lelkülettel tovább élni és folytatni, hogy álmaik valóra váljanak. Amen.
Továbbá főtiszteletű Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr a romániai evangélikus luteránus egyház püspökének áldását fogadjuk. Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros, hogy békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak, és hallgass meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Istenünk, mennyei Atyán, köszönjük, hogy te mindig úton vagy felénk. Attól, hogy ezen az emlékezésünkön is érezzük jelenlétedet, mikor hozzád fordulunk. A te irgalmadba ajánljuk azokat, akiket hitükért, szabadságvágyukért, az igazságért, bátor kiállásukért 56-ban és azután meghurcoltak, bebörtönöztek vagy legyilkoltak. Kérünk, mutasd meg, hogy a bűn rombolása ellenére mégis minden egyedül a te uralmad alatt áll. Imádkozunk különösen azokért, ma azokért az emberekért, akik más emberek igazságtalan ítélete miatt testükben, lelkükben megpróbáltatást és szenvedést hordoznak. Add, hogy a te dicsőséged és az igazság győzelme nyilvánvalóvá legyen rajtuk. Könyörgünk világunkért, gátold meg a féktelen, romboló, pusztító hatalmakat, és add, hogy az emberek félelem nélkül szabadon és méltón élhessenek. Atyai oltalmadba bízzuk most is külső és belső létrontó erők szorításában a mi népünket. Őrizd meg, kérünk, közösségünket minden bajtól, veszedelemtől, háborútól, nélkülözéstől, üldözéstől. Áldásodat kérjük hazánkra, magyar nemzetünkre, városunkra, családunkra, egyházi közösségeinkre. Köszönjük, hogy mindeddig irgalmasan hordoztál bennünket. Továbbra is kérünk, vezess igét világosságával, az erő, a szeretet, a józanság lelkével. Hallgasd meg, Urunk, imádkozó népedet az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön. Áld meg, Urunk, emlékezésünket, és dicsőítsd meg azokat, akik vállalták a legnagyobb áldozatot. Amen. A Római Katolikus Egyház képviselőjének, Veres Sztélián segédlelkész úrnak áldása következik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, te mondottad, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja testvéreiért. Akikért most imádkozzunk, nem kimélték magukat gerincesen, kitartottak eszméik mellett, melyekért életüket adták. Tekints rájuk kegyesen is, részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében. Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megvédett szülőföldet odaadóan és önfeláldozóan szeressük. Ne szűnjünk meg érte dolgozni. Add, hogy a hősök áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés és a hősies áldozat hozatal szelleme áradjon szívünkbe. Népünkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Rendezvényünk első felében hallgassuk meg a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterfi Gyula kórusának előadásában Isten áld meg ezt a népet című kórusművet. Iszlai Márton dallamát feldolgozta Bán Miklós. Vezényel Ercsei Ravasz Ferenc karnagy. Isten áld meg ezt a népet, Isten áld meg a magyar nemzetet.
Felkérem Kántor Lajos urat, a Kolozsvár Társaság elnökét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt egybegyűlt barátaink! A Kolozsvár Társaság által kezdeményezett, az 50. évfordulóra még el nem készülhetett 56-os emlékműnél emlékezők előtt a régmúlt események idején csak, már 19 éves diák áll, a Bolyai Egyetem egykori magyar szakos hallgatója, a frissen alakult Bolyai Diák Szövetség titkára. Az 1956 tavaszi-nyári irodalmi újság lelkes olvasója kezdte megérteni, hogy másként is lehet gondolkodni, netán politizálni, mint ahogy azt az Ifjú Munkás Szövetségben hirdették nekünk, próbálták elhitetni. Különös reményekkel vártunk neki az 1956-57-es egyetemi tanévnek, pár hónappal debreceni bolyais látogatásunk és a szomszédos diáksereg itthoni fogadása után. Az intézményi önkormányzatiság csíráit kezdtük éltetni, valóságba ültetni, a szabaddá váló Kossuth Rádiót izgatottan hallgatni, a házsongárdi írósírokat gondozni, majd gyertyát gyújtani november 1-én a bőrkabátosok éber figyelme mellett. Akik aztán napok, hetek, hónapok teltével egyre agresszívebben mutatták ki jelenlétüket. A fogmegek közülünk emelték ki társainkat, például Páskándi Gézát. Elkezdődtek a katonai bíróságon a perek, meg a szekus beszervezési kísérletek. És 1958. februárjában Budapestről érkező pártküldöttség élén leszállt a kolozsvári állomáson Kádár János, s a kivezényelt tömeg a székelyharisnyába öltöztetett diákok döbbenetére a lerobbant állomásteret Kolozsvár főterének mondta, egyúttal pedig közölte, kinyilvánította országa nevében, hogy nekünk, Romániában élő magyaroknak milyen jól megy sorunk, szabadságban élünk, Magyarországnak pedig semmi követelése nincs Romániával szemben. 58, illetve 60 év múlt el a történtek óta, és mi, így úgy túlélők, magunkat ma valamiképpen, ha korlátoltan is, ha ügyészi vagy olykor csendőrszemektől kísérten, szabadnak vélők, emlékezhetünk és emlékezünk az egykori Bolyai Tudományegyetem központi épületének közelében általunk emelt emlékműnél. Nem parancsra jövünk ide évről évre, nem valakik sugalmazására, hanem mert szükségét érezzük az együttlétnek, az összetartozásnak, az elgondolkodásnak, a cselekvésnek. Jövőnk reményében, illúziómentesen, ám gerincünkre vigyázva, fel nem adva a hitet, hogy lehet gerinctörésmentes és nem is gerincferdüléses fiatalokat nevelni. Ünnepeljünk ezzel a reménnyel, minden külső körülménnyel szembeszállni tudó akarattal, egy korszerű, változásában baráti szellemű Kolozsvár világán dolgozva, lebontva önmagunkban is a határokat. Dávid Gyula, irodalomtörténész, 56-os elítélt emlékező beszéde következik.
Újra itt van az ünnepnapja, és itt vagyunk újra mi is. Emlékezni és elgondolkozni. Felidézni azokat a napokat, amikor 60 évvel ezelőtt egy a történelem által oly sokszor megtiport nemzet szabadság szeretetből ismételten példát mutatott a világnak, amikor volt bátorsága oda kiáltani egy világhatalomnak, hogy elég volt, amikor saját belső elnyomóit elsöpörve, ha rövid időre is, de létrehozta a szabad Magyarországot. Mi nekünk itt a határokon túl csak az együttérzés, az értük való reménykedő aggodalom lehetett osztályrészünk. Csak a szabadságért fegyvert ragadókat lehuligánozó, leellenforradalmározó hatalommal ezt az együttérzés szembeszögező tiltakozás, a magunk szabadság vágyának, akaratának körvonalazása. Tervek, beszélgetések magyarként való megmaradásunk elengedhetetlen feltételeiről, nemzeti múltunk megismerésének szükségességéről és módjairól, az egy nemzethez tartozás jogáról és annak kinyilvánításáról, anyanyelvű iskoláink önállóságának megvédéséről, az egyetemi autonómiának, egy marxizmus és orosz nyelvmentes egyetemi oktatásnak az igényéről, követeléséről. Amikor pedig a vörös csillagos tankok tánctalpai eltiporták a szabadság elemi erővel kitört vágyát, felemelt fejjel vállaltuk együttérzésünk, együttgondolkodásunk következményeit. Mert a mi 56-unk akkor kezdődött, amikor a forradalmat eltiporták. És amit áldoztunk, az a magunk mértékeivel mérve nem volt kisebb. 60 éve kezdődött mindez, és immár több mint 25 éve, hogy beszélhetünk is róla. Emlékezhetünk a halálra ítéltekre és kivégzettekre, a súlyos börtönt viseltekre, a kényszermunkatáborban dolgoztatottakra, felidézhetjük a magunk történeteit, a magunk helytállását vagy megalkuvásait, megpróbálva átadni az emlékeket és a tanulságokat azoknak, akik már egy vörös csillagos tankoktól, minden másságot üldöző és államellenes bűnnek tekintő hatalomtól mentes világban születtek, nőttek fel és szeretnének élni. Ilyenkor az ünnep pillanataiban különösen, de a hétköznapokban sem tudok megszabadulni attól a kérdéstől, hogy mire volt jó mindez, és mit jelent ma 56? Mit jelent azok számára, akiknek egy szabadnak nevezett világban kell a maguk mindennapi harcát megvívniuk, az 56-ban megálmodott szabadság, magyarként való megmaradásunk mai ellenséges erőivel szemben. 1956 messzevilágító példája a nemzet egysége volt. Az egyén feloldódása a közös célban. A közös cél megfontolás nélküli vállalása. Még ha azóta eltelt 60 év alatt elképzelhetetlenül sokat változott is a világ, ez a példa nem veszített időszerűségéből. Mert hol van ma ez az egység? Hol van az a közös cél, amelybe egyénenként a magunk céljait nem alárendeljük, mert messze nem erről van szó, hanem beleépítjük? Vajon, ha ma eljönne egy új 1956, képesek volnánk erre? Vajon milyen világ épül a maguk egyéni sorsát mások, az egész magyar közösség sorsától függetlenítve felépíteni akarók széttartó vágyaiból, cselekvéseiből? És van az 56-nak egy másik üzenete is, amelyet mi, kisebbségivé vált magyarok tettünk hozzá. A brassói emiszesek, a sepsiszentgyörgyi székely ifjak, a nagyváradi szabadságra vágyó ifjak, a nemzeti múlt ismerete iránti igény, nagyjaink megbecsülésének, emlékük tisztelésének joga, elidegeníthetetlen jogunk az anyanyelvű oktatásra, a művelődésre. Akik ezt az 1956-os magyar forradalom napjaiban felismerték és kimondták, akik a megtorvás éveiben is vállalták, azt a 146 erdélyi fiatalt 1767 év börtönnel próbálta Móresre tanítani az elnemzetietlenítésünkön munkálkodó hatalom. Lehetünk-e ma méltatlanok ő hozzájuk? A sétatéri kapu egyik oldala egy börtönajtót, másik oldala egy régi kalodaszegi falusi ház homlokzatán látható napmotívumot idéz fel. Vajon képesek leszünk-e az emotívum által jelképezett boldog jövő eszméjét, ami kicsiny magyar közösségünk számára fel nem adva, álmodni és cselekedni?
a magunk egyéni boldogulását a közboldogság részévé tenni. Ezeket a kérdéseket ma, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a mai 20-30 éveseknek teszi fel az élet, mert az ő kezükben van a jövő, és ők hozzák létre, ők formálják ki felelős vagy a közösség sorsát semmibe vevő vágyaikkal, cselekvéseikkel a maguk jövőjét, gyermekeik az eljövendő idők magyar nemzete számára. A múlt, a mi múltunk, hogy Mikó Imrét idézzem, nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon állunk. És nem mindegy, hogy mit építünk rá, hogy a jövő az egyén túlélését, vagy magyar közösségünk megmaradását fogja jelenteni. Most pedig a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péter Figyura kórusának előadásában az Úristent magasztalom című kórusmű hangzik el. Szerzője Kályoni János, vezénye Ercsei Ravasz Ferenc karnagy. Pedig felkérem Horváth Annát, kolozsvári polgárt, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Főtiszteletű és főtisztelendő püspök urak, tisztelt ünneplő közönség, kedves kolozsvári fiatalok, barátaim! Mivel az elmúlt 4 évtől eltérően ma nem alpolgármesterként, hanem kolozsvári emberként szólok önökhöz, gondolataim a megszokottnál személyesebb hangvételűek lesznek. Ahogy az ilyenkor természetes, sokan kérdezték tőlem az elmúlt 2 hétben, hogy hogy vagyok. Válaszomat az évelején hasonló helyzettel szembesülő kollégámtól, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterétől kértem kölcsön. Vagyis, hogy sokkal jobban vagyok, mi mindannyian sokkal jobban vagyunk, mint azt egyesek szeretnék. És engem is, akik voltak, akik féltő aggodalommal arra kértek, hogy ne beszéljek ma, október 23-án, az 56-os forradalom 60. évfordulóján
a magyar szabadság ünnepén. Én azonban azért vagyok ma itt önökkel, mert úgy gondolom, hogy szabadság csak ott lehet, ahol az emberi méltóságot, a közösségi törekvéseket nem írja felül a félelem. Minden megemlékezés a múlt előtti tisztelgést jelenti, amely a jelen küzdelmeit latolgatva üzen a jövőnek. Aki 1956-ról gondolkodik, beszél, az elsősorban a mának kérdéseire, tusakodásaira keresi a válaszokat. Ebben a keresésben a magyar történelem sorsfordító pillanatait lehet pesszimistán, történelmi tragédiák sorozataként, de lehet győzelemként, az összetartozásunk győzelmeként, a visszanyerhető emberi méltóság és önbecsülés reményének győzelmeként megélni. Ma a magyar nemzet Erdélyben, kisebbségben élő tagjaiként egy olyan többségi társadalomnak vagyunk a része, amelyet a gyanakvás, a félelem, a kiábrándultság, a széthúzás tesz könnyen manipulálhatóvá, gyengévé és sebezhetővé. Ahol lassan mindenki mindenkivel meghasonul, választó a választottjaival, beteg az orvossal, diák a tanárral, mindenki mindenkinek áldozatává és hóhérává válik. Ahol az emberek egyre inkább elveszítik saját elöljáróikba, közösségi vezetőikbe, intézményeikbe, törvényeikbe vetett hitüket, ahol szemünk láttára foszlik semmivé a demokrácia, és illan el a szabadságunk. Egy ilyen társadalom részeként ma is harcban állunk körülményeikkel, önmagunkkal. Csak éppen beláthatatlanul bonyolultabb viaskodás ez, mintha gépfegyverrel harcolnánk fogható ellenség ellen. Mert mindazok, akik ma közéleti szerepet vállalnak a saját bénultságával küszködő államigazgatásban, ahol a közérdek helyett a paranoia diktál, mindazok, akik így vagy úgy beleütköznek a túlburjánzott bürokráciába, az egymásnak ellentmondó törvények szövevényébe, ha életüket nem is, de tisztességüket, emberi méltóságukat mindenképpen kockára teszik. Ezért mondom, hogy ennek a harcnak ma Erdélyben, éppen úgy, mint 56-ban, a társadalmi szolidaritás, a közösségi erőnk, végső soron a jövőnk a tétje. Mert az erdélyi magyar politikai érdekképviselet, egyházaink, civil szereplőink csakis ennek az erőnek és józan értékítéleten alapuló szolidaritásnak a jegyében tudnak szembenézni lassan egy évszázadnyi kisebbségi létünk utolsó két évének kihívásaival. Igen, két esztendővel az 1918-as egyesülés centenáriuma előtt nem csak nekünk, de a többségnek is el kell néhány dolgot döntenie. Dönteni kell azokról az alapértékekről és elvekről, amelyek lehetővé tették és tehetik a következő 100 évre, hogy ebben az országban a különböző vallású, különböző kultúrájú közösségek, nemzetek együtt tervezzék a jövőt. Dönteni kell arról is, hogy a végrehajtásukban kiüresített törvények, félmegoldás kisebbségpolitikája helyett 10 év után végre elfogadják kisebbségi törvényünket, amely a román állam megalakulási dokumentumába, a gyulafehérvári nyilatkozatba foglalt jogokra, illetve a finnországi svéd és a déltiroli német jól bevált együttélési modellekre épül. De mindezek előtt a román többségnek azt kell eldöntenie, hogy a kölcsönös bizalomra alapuló lojalitás és tisztelet jegyében
a tisztességes, kertelés nélküli párbeszéd eszközével kíván-e velünk közös jövőt építeni? Vagy a gyanakvás, a megfélemlítés rossz vért szülő útjára lépünk? Nos, ha abból indulunk ki, hogy minden alapvető társadalmi szemléletváltás egy olyan forradalom, igen, forradalom, amelynek sorsa az emberi fejekben és lelkekben dől el, akkor a romániai társadalom és ezen belül az erdélyi magyar közösség újjáépítése is a fejekben, a lelkekben kell elkezdődjön. Ez a forradalom a családokért, a munkahelyekért, a fiatalokért elszántsággal végzett közszolgálat, a tisztességesebb, őszintébb, emberközelibb politika menetelése kell legyen. És mivel mindannyian tudjuk azt, hogy a forradalmaknak mindig hatalmas ára van, azzal is szembe kell néznünk, hogy ennek a menetelésnek is voltak, vannak és lesznek áldozatai. De a mostani helyzetemben erősebben hiszem és vallom, mint valaha, hogy bárkit közülünk félreállítanak, százak lépnek a helyébe, hogy folytassák, amit elkezdtünk. Olyanok, akik elkötelezetten, példás helytállással dolgozva adnak majd új lendületet közösségünknek, hogy Kolozsváron és egész Erdélyben az életszerető magyar emberek jól érezzék magukat, biztonságba tudhassák jövőjüket. Ez kell legyen. Ez lesz a mi 21. századi forradalmunk. Nem a pillanatnak, de még csak nem is a jelennek, hanem annak a jövőnek adózva, amelyről magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak tartozunk elszámolással. Göncz Árpád szavaival búcsúzom ma önöktől. Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, 56 szellemével, mely arra tanít, hogy egy nép, ha talpra áll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőzni előítéletet és ellenszenvet, képes felülemelkedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté nemesülni. S ha képes rá, csak a pokol kapui vehetnek erőt rajta. Csak a pokol kapui. Köszönöm, hogy meghallgattak. A János Zsigmond Unitárius Kollégium kórusának előadásában hallgassuk meg Fekete Levente és Ercsei Ravasz Ferenc Fogadalom című kórusművét. Vezényel Ercsei Ravasz Ferenc karnagy. Yeah.
Most pedig következzen a koszorúzás. Szent Mihály plébánia részéről Veres Stetelián és Kisendre koszorúznak. Az evangélikus egyház koszorúját Adorjáni Dezső Zoltán helyezi el. Egyház részéről Bálint Bencédi Ferenc helyezi el koszorúját. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa részéről Mile Lajos főkonzul koszorúz. Országos RMDS részéről koszorúz Kelemen Hunor szövetségi elnök. A Kolozs megyei RMDS részéről Csoma Botond elnök, Antal Géza ügyvezető elnök koszorúz. Kolozsvár Társaság nevében Kántor Lajos elnök és Buchwald Péter alelnök koszorúz. RMDS frakciója nevében koszorúz Vákár István, a Kolozs megyei tanács elnöke, ifjú Deák Ferenc, megyei tanácsos frakcióvezető, Balla Ferenc, megyei tanácsos, Enyedi Tamás, megyei tanácsos és Lőrinci Zoltán, megyei tanácsos. Kolozs megyei RMDS nőszervezete nevében Horváth Anna és Hegedűs Csilla helyezi el koszorúját. RMDS nevében
Horváth Anna elnök, Kinizs Zoltán alelnök és Círmai Zoltán ügyvezető elnök koszorúzik. András Levente, parlamenti képviselő nevében koszorúz Diku Henrietta irodavezető. Most pedig László Attila szenátor koszorúz. Fórum nevében Enyedi Tamás elnök és Csipkés Hajlalka alelnök koszorúz. Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei és kolozsvári szervezete nevében Sós Sándor megyei elnök, Sándor Eszter megyei alelnök, valamint Fancsali Ernő városi elnök koszorúz. Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezete nevében Schwarz Robert megyei elnök és Varga Csilla alelnök helyezi el a koszorút. Közművelődési Egyesület részéről Széma Nemese Rózsa, kulturális szakreferens, az EMKE Közép-Erdélyi Művelődési Intézet vezetője koszorúz. Kincses Kolozsvár Egyesület nevében Szabó Lilla és Csigi Levente koszorúz. Az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége IKE nevében Tussai Szilárd ügyvezető igazgató és Buksa Emőke titkár helyezi el koszorúját. Az országos Dávid Ferenc ifjúsági egylet ODFIE nevében Fülöp Júlia elnök, Elekes Zsolt alelnök koszorúznak. Kolozsvári Magyar Diák Szövetség részéről Rés Konrád elnök koszorúz. A MIT Magyar Ifjúsági Tanács részéről Fancsali Barna elnök
és Bodó Kinga irodavezető helyezi el koszorúját. Az EMI erdélyi magyar ifjak részéről Lőrinc Orsolya és Nébel Orsolya koszorúznak. Minta ifjúsági szervezet részéről Kopenec Attila elnök, valamint Vince Kinga és Palkó Gyula alelnök koszorúznak. Az erdélyi magyar baloldal részéről Bánhegyesi József és Kira Miklós koszorúznak. Kérem önöket, hogy akinél vagy akinek személyes indítatásból elhelyezendő koszorúja van, az most megteheti, illetve tegye is meg. Köszönjük, így hát most a koszorúzás lezárult, és arra kérem önöket, hogy amennyiben úgy gondolják, vegyenek részt a belvárosi unitárius templomban, ahol ökumenikus felekezetközi istentisztelet veszi kezdetét 4 órakor. Köszönjük a részvételt. Thank you.